Jó reggelt kívánok, hát valami hanghibát hallok. Vigyázzatok a strázsa. Jó reggelt kívánok, most már lehet? Igen, van egy kis háttérzaj, de gondolom, hogy ezt megoldják. Most is van? Igen, nálam legalábbis, de a hölgyöknél nincs és nem zavaró. Egy ilyen brummogás elég rendesen belehallatszik. Tökéletes, ha van brummogás gyerekek, akkor ezt majd a medvéket vigyük távolabb. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, egy hosszú kimerítő beszélgetésre számítok, bár ami a kimerítő, azzal óvattal kell lenni. Elmondom, hogy mi minden témában hallgatnám meg, időnként megszakítanánk a beszélgetésünket, és lehetővé tennénk, hogyha van kérdező, akkor kérdezzen, és én gyakorlatilag azt tenném lehetővé, hogy húzunk egy vonalat, mint amikor összeadunk dolgokat, és azt nézném meg a magam egyszerű keresetlen módján, hogy máig, azaz január 20-áig az ellenzéki együttműködés az ön vezérletével meddig és hova jutott, és ezt mindezt az ön tolmácsolásában. Én igyekszem nagyon rövidre fogni magam, talán most leszek a leghosszabb. Annyi személyességet talán megenged, hogy miután tudom, hogy a rendelkezésre állása mögött a készségén kívül alapvetően most a pandémia áll, és kicsit megviselt az ábrázatta. Tehát úgy tűnik, hogy azért ez a betegség, ez hat önre, elmondja, hogy hogy van? Nagyon jó vagyok, köszönöm szépen. A betegség az nem hat rám, de a reggeli koránkerés igen. Tehát nem, mindig későn. Nem mindig erőssége? Tessék? Nem erőssége? Nem, I'm not a morning person, ahogy Amerikában mondják. Én nekem a reggeli koránkelés az azért mindig nehéz, mert éjjel mindig késő fekszem. És akkor, amikor most például ugye a második ilyen korán, tegnap 6 órakor már úton voltunk, már felkeltem, de akkor is 1:30-kor felküldtem, úgyhogy az egy rövid éjszaka volt, és aztán ugye most még egy viszonylag rövid éjszaka, úgyhogy elnézést kérek, ezek hozzászokunk, de ez azt jelenti, hogy egy kicsit kisívulok napközben, és reggel még ilyen gyűrött vagy. Hogy van? Nagyon jó egyébként, köszönöm, a karommal, ami most már gipsz nélkül van, de egy fémlap benne van, azzal több gondom van, mint a Covid-dal. Egy enyhe megfázásos tünet miatt teszteltem magam, és akkor láttuk, hogy pozitív a teszt, de hál' Isten, nekem torokfájás és megfázás jellege van inkább. Orvos látta? Tehát én remélem, hogy... Orvos látta? Nem látott, beszéltem több orvossal, természetesen a házi orvosomon túl is beszéltem, egy kedves barátunkkal, képviselőnkkel, úgyhogy ővel egyeztettünk. Egyébként ő is csak annyit, 3 oltásom van, ő is annyit mondott, hogy sok C-vitamint, sok D-vitamint, meg egy kis béres cseppet, és hát tüneteket kell kezelni. Családtól izoláltam? Hát nem teljesen izoláltan, bevallom, próbálok úgy távolságot tartani, hogy egy házon belül vagyunk, és most kivételesen nem csóklászom őket állandóan. A nézői mindig reklamálják, hogy nincsen óra a stúdióban, most ön mögött van, úgyhogy mindig önnel fog beszélgetni reggel. Nyugodtan. Néztem a naptárját a szó átvitt értelmében, és láttam, hogy a hétvégén Nyugat-Magyarországon lett volna. Ezek a napok, amelyek most kényszerűen kiesnek, még nincs kampány, de tudjuk, hogy választástól választásig van kampány. Mennyire lesz könnyen pótolható? Hát a jövő héten pihenősebb hetem lett volna, pontosabban a szombat családi nap lett volna. Most néhány családi napot így kényszerűen beiktatunk azzal, hogy itthon vagyok, és a jövő hét szombatomat áldozom a kampányoltárán. Mostantól kezdve április 3-ig valóban megállás nélkül kampány van. Járjuk az országot múlt héten is, ezen a héten is. Elvileg a vasárnap az enyém, de hát vasárnap estén pedig bejelentettem, és beszámolok a hét eseményéről, tehát nekem még a vasárnap is munkás. Imád 4 éve. 13 témát vagy témakört állítottam össze, ezen szerintem nem fogunk tudni végigmenni, de az ömén igen, és természetesen, számomra természetesen lehetővé fogom azt is tenni, amitől ön el van szokva a hazai sajtóban, hogy rendelkezésére bocsájtom a teret a tekintetben, hogy kérdés nélkül is beszélhet olyasmiről, amit ön fontosnak tart, és én ugyanakkor nem kérdezem. Miután hosszan készültem, szeretném önnel ismertetni a menüt. Az egyes téma, és nem ebben a sorrendben fogunk haladni, az első témakört ön fogja megmondani, melyik legyen, az egyik az oltás és az egészségügy.
A második témakör az összefogás és az összefogáson kívüli ellenzéki pártok, független attól, hogy azoknak milyen a megítélése. A Magyar Kétfarkú Kutyapárttól a Mi Hazánk, a Munkáspárt, az Iszom és a Gattyán párt is ide tartozik. A negyedik téma az a külpolitika, az ötödik téma a köztársasági elnök választás, a hatodik téma az ön megnyilvánulásaiból egy kiemelve zsidók plusz ellenzéki sajtók és az értelmiség, már mint a baloldali vagy liberális értelmiség önhöz való viszonyulása, a nyolcas a migráció, a kilences a gazdaságpolitika, a tízes egy esetleges vagy megvalósuló vita Orbán Viktor és ön között, a tizenegyes a Volner ügy, és a plusz témák közé tartozik Hódmezővásárhely, valamint a melegek pedofília, ez ugye visszautalás Orbán Viktor múlt pénteki Kossuth rádióbeli megnyilatkozására. Ha gondolja, ismét felolvasom, de nem húznám az időt, melyikkel kezdjünk? Ja, én nekem teljesen mindegy, a sorrend is jó, tehát menjünk úgy, ahogy János fölírta. Jó, haladjunk. Oltás és egészségügy. Január 11-én az Egységben Magyarországért megemlékezett arra a 40 ezer halottra, akik az elkent járványkezelés áraként haltak meg, legalábbis Gyurcsány Ferenc a Facebookján így tüntette föl. Az önfordításában mi az elkent járványkezelés, illetőleg ön hogyan fogalmaz ugyanezen témakörben? Különös tekintettel arra, hogy most covidos, még érintettsége is van. Hát igen, hál' Istennek azt az érintettséget azt nem szeretném jobban megtapasztalni, mint eddig, hogy 40 ezer ember meghalt Magyarországon, hogy ez az egész világon, a 197 ország közül a negyedik legrosszabb adat, de Magyarország vezette a halálozási listákat az elmúlt másfél év jelentős részében. Tehát az, hogy hónapokon keresztül Magyarországon halnak meg a legtöbben az egész világon, az nem véletlen. Az Orbán Viktor hibája. És miért? Azért, mert hiába állította azt, hogy nekünk Ausztria a laboratóriumunk, például Ausztriában rengeteg pénzt adtak a védekező önkormányzatoknak, Orbán rengeteg pénzt vett el a védekező önkormányzatoktól, Ausztriában ingyenes tesztelésekkel védekeztek, Magyarországon ingyenes parkolással, ez különben valódi hungarikum. De még sorolhatnám azt a rengeteg ostobaságot és hát minősített korrupciót, sőt, ahogy egy kedves barátom mondta, ez rabló gyilkosság, nem csak rablás, amikor olyan kínai vakcinával oltanak 400 ezer 60 év feletti magyar, amelyet a kínaiak még csak nem is teszteltek 60 év felettieken, mert nem alkalmas nekik, és tudjuk, hogy azért vették a kínai vakcinát, mert kétszerét fizetett érte Szijjártó, mint Szenegál. Az a Szijjártó, aki azzal henceget, hogy 14 uniós nagykövet áll, vagy külügyminiszter áll, sorban áll, hogy a kínai kapcsolataival segítsen, ugye, hogy Olaszország, Franciaország, vagy Németország Szijjártóra szorul, hogy felhívják a kínaiakat, de ezt állította még egy éve februárban. Nos, ez a Szijjártó közbeiktatott egy Stroman céget, ahol 20 milliárdos haszon keletkezett, de tudjuk a kereskedő embernek a repülőgép vásárlásait és a többi. Úgy szintén vettek 300 milliárd forintért, 16 ezer teljesen fölösleges lélegeztetőgépet azóta is jó drágán raktárban őriznek, titkolták az adatokat, máshol mindenhol transzparensek voltak, tehát ha bármit meg kiürítettük a kórházakat, abban hány ember halt meg, tehát az a rengeteg hibát, amit elkövettek, és ez nem csak ostobaság, nem csak felelőtlenség, hogy a belügyminiszter jobban értette a járványkezeléshez, meg a külügyminiszter, mint a egészségügyért felelős kancsler. Nem sorolom azt a rengeteg hibát, amely ezt a sok-sok ember életet elvesztette velünk. Tehát Magyarország nem véletlenül kezdte a legrosszabb járványt az egész Unióban, mert Orbán Viktor nem törődik az emberekkel. Időnként közbe fogok vágni, mert ugye vannak azért néha sablonok az ön szövegében a tekintetben, hogy mit mond, elnézést, ha udvariatlan lennék, és ha igazságtal, akkor kijavít. Azt árulja el nekem, hogy az ön véleménye szerint a kampányt. Végül a választást. Miközben azt gondolom, hogy ez mi itt hétköznapi életünkben se a kampány, se a választás nem bír központi jelentőséggel, mert egy normális világban az ember a politikára egészen másféleképpen figyelne, mint Magyarországon, de visszatérve a fősodorra, a kampányt, illetőleg a választást befolyásolhatja-e az ön véleménye szerint a pandémia? Egyébként befolyásolta többek között azzal, hogy mennyivel kevesebb választópolgár vesz részt most ezen a szavazáson.
Mi választókörzetünkben több mint 4000 emberrel csökkent a lakosság száma, és ennek igenis van köze Orbán Viktorhoz. A tavalyi évben haltak meg a legtöbben a II. Világháború óta Magyarországon. Valami más módon befolyásolhatja a szabadságunkat, befolyásolhatja a kijárási szokásainkat és lehetőségeinket, vagy ezzel nem számol? De számolunk ezzel is. Nyilván a kampányt is nehezebbé teszi. Januárban is nyílt színi helyszíneken, tehát szabad térben vannak a kampányrendezvényeink, nyilvánvalóan azért, mert beltérben most kockázatosabb lenne, de nyilván a részvételt is befolyásolja. Orbán Viktor még jogszabályilag is fölkészült arra, tudomásom szerint, hogy ha elmarad a veszélyhelyzetre hivatkozva, elmarad a választás, akkor hogyan fizetik ki a felmerült költségeket. Tehát ezt nem értem, ez micsoda, amire most utalt? Ezt hamarosan fogják is látni. A magyar közlönyben volt egy olyan jogszabálymódosítás, amely utalt arra, hogy ha veszélyhelyzet miatt elmaradna a választás, akkor mi a terve a felmerülő költségekkel. Ez csak egy példa arra, hogy hogyan befolyásolhatja igenis a pandémia a választásokat. Ezt az Egységben Magyarországért összes pártja jegyezte, DK, Jobbik, LMP, MMM, Momentum, MSZP, Párbeszéd. Egy slágvortot engedjen meg itt a Jobbik kapcsán, bár a kérdés nem ideillik, de a pártokat itt lehet felsorolni. Én nem emlékszem, de lehet, hogy csak nekem maradt ki, amikor az ellenzéki pártok találkoztak a francia köztársasági elnökkel, onnan miért hiányzott a Jobbik képviselője? Nem hiányzott, elnézést kérek, azt szeretném mondani, hogy... A Jobbik elnöke. De nem pártelnökök voltak ott, és biztos megfigyelte, hanem ott volt először is nyilván, mint az ellenzék miniszterelnök jelöltje, részt vettem ezen a találkozón, és nagyra becsülő Macron elnöknek a nyitottságát. Másodjára Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere volt ott, és ha már mi ketten ott voltunk, akkor a másik... De neki párbeszédben van tisztsége. Van, aki igen, de nem ebben a minőségében volt ott, hanem mint az ellenzéknek egy meghatározó embere, aki a vendéglátó fővárosnak a főpolgármestere. Donát Anna, mint aki a testvérpártnak a vezetője, nem csak uniós parlamenti képviselő, a Renew Europe-ban Franciaország Republican Marsh, ugye Macron pártjának a traktójában ül, a Renew Europe frakcióban, tehát ezért volt nyilvánvalóan ő ott, Dobrev Klára pedig az Európai Parlamentnek az alelnöke. Jó, magyarul, hogy akkor ilyen jelentősége nem volt. Még egy hírre kérném, hogy azt kommentálja, különös tekintete arra, hogy van áthallása Magyarországra, megmaradtunk még az első témakörnél, és annak az utolsó kérdése. A cseh kormány tegnap, január 19-én, igen, ez tegnap volt, visszavonta azt a rendeletet, amely kötelezővé tette a COVID-19 elleni védőoltást a kulcsfontosságú szakemberek és a 60 év felettiek számára. Az új kormány emellett lerövidítette a karantén idejét, és kötelezővé tette a cégeknél a munkavállalók tesztelését. Az előző, még az Andrej Babis vezette kormány 2022 márciusától vezette volna be a kötelező COVID-19 elleni védőoltást a kórházi és idős otthoni személyeket, a rendőrök, a katonák és néhány más foglalkozású, valamint a 60 év felettiek számára. Petr Fiala, aki csak névrokon miniszterelnök, azt mondta most, hogy nem látja indokoltnak a kötelező oltást, indoklásában pedig azt mondta, ez nem változtatja meg az oltással kapcsolatos álláspontunkat, továbbra is kétségtelen ez a legjobb módja a COVID-19 elleni küzdelemnek, azonban nem akarjuk elmélyíteni a társadalomban lévő szakadékokat. Különös tekintettel, ha nem akarjuk elmélyíteni a társadalomban lévő szakadékokat tekintetében, vonatkozásában részére is viszont kívánom, talál-e hasonlóságokat Csehország és Magyarország között, független attól, hogy ilyen kötelező vitétel Magyarországon ebben a formában volt is, nem is volt. 60 év felettiek számára nincs ilyen. 60 felettieknek nincs, egyes szakmákban most is kötelező, a kormány kötelezővé tette. Nyilván Orbán Viktor ugyanerre hivatkozott, tehát azt, hogy a magyar emberek elfogadják, vagy nem, ez volt Orbán Viktor egyetlen szempontja. Én személy szerint egy kicsit más oldalról, de ugyanerre az álláspontra jutottam a kötelező oltással kapcsolatosan, hogy természetesen lehet előírni kötelező oltásokat, van erre példa Magyarországon is, és az egészségügyi dolgozóknak több oltást. Most is kötelező például a hepatitis elleni oltás, de, és itt, amit Orbán Viktor nem említ, ez az egészségügyi önrendelkezéshez való jog. Azt korlátozni, hogy ki
hogyan szeret magát kezeltetni, az csak rendkívül indokolt esetben lehet. Csak akkor, amikor a társadalmi szükség abszolút mértékben bizonyítottan fölülírja, nincs más megoldás. Ugye ez a definíció is, hogy amikor nincs más megoldás a védekezésre, akkor lehet előírni például a kötelező oltást, tehát az egészségügyi önrendelkezési jogot akkor lehet korlátozni. Tehát az én álláspontom szerint, mindaddig, amíg a kötelező oltás elkerülésével is, anélkül is tudnánk hatékonyan védekezni, addig ez nem indokolt, és itt Magyarországon Orbán Viktor bebizonyította, hiszen még egyszer mondom, a legrosszabbul védekezett az egész világon. Itt még azért rengeteg lehetőség van a kötelező oltás nélkül is arra, hogy megvédjük honfitársainkat. Természetesen én is azt gondolom, hogy az oltás a legbiztosabb és legjobb mód, de itt aztán a védekezésnek a távolságtartás fertőtlenítés, a tesztelés, ugye? A cseh hírből biztos kihallották önök, kötelező tesztelés. Magyarországon 5 milliárdnyi tesztet semmisítettek meg, miközben 20 ezer forintért adták a teszteket a magyar polgároknak. Az ostobaság olyan tort ül Magyarországon, és ennek köszönhető, sajnos Orbán Viktornak köszönhető, hogy ennyi magyar ember halt meg. Úgyhogy még nagyon sok megoldás. Ez az ő számlájára írja ebben a formában? Abszolút. Legalább a fele a halottaknak. Elkerülhető lett volna, hogyha nem Orbán Viktor a miniszterelnöknek az országnak. Néhány kulisszatitokban vagy beavat, vagy sem. Az összefogás kapcsán rendszeresen lehet arról olvasni, hogy hogyan egyeztet a hat párt, miközben ön nincs jelen. Ebben a táncrendben hogyan egyeztek meg? És ez nem az első alkalom. Tehát van egy ilyen metódus. Hát a hat párt nagyon régóta egyeztet anélkül, hogy én ott lennék, hiszen hat párti összefogásról beszélünk. Mióta azonban az előválasztáson 371 ezer szavazattal engem választottak az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének, azóta az úgynevezett pártelnöki értekezeteken én is ott vagyok. Egy olyan témában voltak egyeztetések a hat párt között egészen biztosan, amit én bevallom kevésbé tartottam fontosnak, mint ők. Nevezetesen ez a frakció kérdés, illetve a lista kérdése. Azt látom, hogy a pártoknak rendkívül fontos az, hogy hány ember ül a frakciójukban, a listán de hány pont ezen a megbeszélés egyébként jelen lehetett volna? Biztosan nem tudom, mert voltak ilyen egyeztetések ebben a kérdésben azóta is, hogy legutóbb erről leültünk és mi de önnek ezek központi témák voltak, az ember azt feltételezni, hogy pont ezeknél szeretne jelen lenni. Nem, bevallom, tehát megbeszéltük a pártokkal ezt, is jelen voltunk mi is, de onnantól kezdve, hogy ebből egy komoly vitánk volt valóban az, hogy lehet-e pedig frakció, és a pártoknak azt számított, hogy ne legyen, illetve, hogy nyilván az ő, a listás helyek az ő. Köszönöm. Abban segítsen, hogy formálisan. Ezt hadd mondjam végig. Bocsánat. Tehát, hogy azóta, ennek a közöttünk lévő akkori vitának az volt a lényege, hogy ő számukra ez úgy láthatóan szinte mindent felülíró jelentősége volt annak, hogy melyik pártnak hány képviselő jelöltje lesz a parlamentben. Nyilván ez a frakció mérettől a pártfinanszírozásig nagyon sok kérdést érint. Megállapodtunk abban, hogy ezt én átengedem. Nekik ők egy csomó mindent átengedtek nekem. Ez a kompromisszum az én számomra arról szólt, hogy meg kell nyerni ezt a választást. Nekem ez nem pénzkérdés, nem hatalmi kérdés, nyerjük meg a választást. Olyan kérdésekben rengettek a pártok, ami nekem ahhoz volt fontos, hogy győzzük, és én pedig cserébe hajlandó vagyok olyan kérdésekben engedni, ami nem feltétlenül szükséges a győzelemhez. Engedjen betekintést, ha lehet, hogy amennyiben ön akadályoztatva van, akkor formálisan, tehát nem jogilag van-e olyan ember, aki az ön helyettese? Nem, van nekünk egy Mindenki Magyarországon mozgalmunk, és ennek az operatív igazgatója, illetve más szakemberei, illetve a kampánynak a vezetője, ők szoktak még részt venni ezeket az egyeztetéseket. Nyilvánvaló, hogy volt olyan egyeztetés, ahol én nem tudtam ott lenni bármilyenokból, és ők képviselték. Rendben van. A közös lista még nem dőlt el, de megegyeztek az első hét személyben. Márki-Zay Péter, ön, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete Győr András, Tóth Bertalan és Ungár Péter. Erről már nagyon sok szó esett a sajtóban. Azt kérdezem öntől, amennyiben az én információim helytállóak, van-e jelentősége, és ha igen, akkor mi az, hogy amennyiben ebből a listából mindenki bejut, és ez nagy valószínűséggel így van, szimbolikus, nem szimbolikus,
ennek közel a harmada, tehát két ember egészen biztos, vagy legalábbis tudomásom szerint nem fog beülni, Dobrev Klára az Európai Parlamentben marad, és Karácsony Gergely is megmarad főpolgármesternek. Ez szimbolikus jelentőségű, vagy ön azzal számol, hogy ezek az emberek komolyan gondolják azt, hogy beülnek a parlamentbe? Nyilvánvalóan fölmerült, hogy ők nem jönnek be a parlamentbe, hiszen más fontos beosztásaik vannak, bár Dobrev Klára egy nagyon pozitív nyilatkozatban, amikor lemondott arról, hogy az Európai Unió... Igen, de abban nem mondta azt, hogy... Akkor azt mondta, hogy a választásra fókuszál, ebből még nem következik az, hogy be is ül a parlamentbe. Valóban, én ettől függetlenül azzal számolok, hogy egy következő remények szerint általam Márkizay Péter által vezetett magyar kormányban Dobrev Klára nagyon aktív, nagyon fontos pozíciót kapni, ezt remélem én, de nyilvánvalóan... Szimbolikus jelentősége van a neveknek? Így van, pontosan. Azért szerepelnek itt még olyan nevek is, akik jelenleg nem akarnak beülni ugyan a parlamentbe, de a miniszterelnök jelölti előválasztáson nagyon fontos, nagyon nagy részvétel volt ugye Magyarországon, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ott megmérkőzött legnépszerűbb ellenzéki politikusok neve vezesse a listát. Jakab Péter írt a 13-án, hogy viszonozta az ön két héttel korábbi Kódmezővásárhelyi meghívását. Végre nem listákról és nem frakciókról beszéltünk, hanem az ország jövőjéről, elszámoltatásról, bérfejlesztésről, nyugdíjak rendezéséről, áfa csökkentésről, és nem volt vita közöttünk. Az, hogy nem volt vita önök között, és ebből kiragadok egy témát, ez azért meglepő, hiszen ő áfa csökkentésről beszél, és a Szabad Európában megjelent cikk szerint, így Bojár Gábor előttem az interjú, Keller Alánt Ákos interjúja, 18-a, tehát ez tegnap előtti, ebben az szerepel, idézem, a pártok képviselővel folytatott vitáinkról nem fogok beszélni, mondja Bojár Gábor, de mondok egy olyat, ahol sikerült őket meggyőzni, nem került bele a végső programba egy általános áfacsökkentést, azt ugyanis nem bírná ki a költségvetés. Poénkodás, nem poénkodás szintjén, erről viszonylag részletesen ír tegnap este óta a kormány sajtó. Vajon Jakab Péter Bojár Gábortól tudta-e meg, hogy nem lesz áfacsökkentés, vagy Bojár Gábor tudja rosszul, és lesz áfacsökkentés? Szeretnék egy olyan szóra fölhívni a figyelmet, ami minden félreértést megmagyaráz, az általános. Nem lesz általános áfacsökkentés, mert azt nem bírja el a költségvetés, tehát a 27%-os áfához hozzányúlni akkor, amikor Orbán Viktor kétszeresére duzzasztotta az államadóságot az elmúlt 10 évben, a költségvetési hiány az egész 21. században, tehát az ő által annyit kritizált 1910-es válságot is beleért a legrosszabb. Az infláció... Magyarul, hogy azt a mondatot kellett volna hangsúlyozni, hogy az alapvető élelmiszereknél lehet szó csökkentésről, de azt elértük, hogy általános áfacsökkentés nem lesz? Így van. Általános áfacsökkentés most nem tudunk bevállalni rövid távon. A gazdaság helyzete miatt természetesen, ami katasztrofális Orbán Viktornak köszönhetően, de az alapvető élelmiszereknél van áfacsökkentés, sőt, azt el fogjuk kérni, hogy ezt a lakosság meg is érezze. Gyurcsány Ferenc írta a Facebookon, félszív most nem elég, vagy a Fidesz, vagy a mai ellenzék, arra bátorítom támogatóinkat a Fidesz-szel szemben álló európai polgári sokaságot, hogy beszéljenek és cselekedjenek egyértelműen, vagy-vagy. Kérem, támogassák Márkizay Pétert és az egységes ellenzék jelöltjei listáját, vagy-vagy. Ennek a jelentősége, én egyebek közt abban látom, hogy különböző pártokkal különböző kapcsolataim vannak, személyes vagy nem személyes, a személyes az mélyebb ismeretet tesz lehetővé, mindenkit meglepett az öngyőzelme, és azt nem mondom, hogy félszívvel, de kifejezett öröm, leszámítva a Mindenki Magyarország mozgalmát, ami nem párt, senki nem lehetett látni. Azt is tapasztaltam, hogy ön velem szemben nem csinál általában érzelmi kérdést abból, amit ön művel. Ez egy
teljes mértékű kiállás Gyurcsány Ferenc részéről ön mellett, amikor ön mégis különböző nyilatkozataiban, és ennek másodlagos jelentősége van, inkább a hétköznapi tapasztalataira utalnék, azt érzékeli, hogy nem állnak ki ön mellett teljes mértékben, nem igazán ön az ő emberük, de nem tudnak mit tenni, hiszen ön nyerte az előválasztást, akkor én egy olyasmit érzékelek, amit ön is érzékel, de ennek a jelentőségét a hétköznapi dolgokban ő mindig legyőzi, és ennek következtében a vége lesz a fontos, hogy nyernek és együtt fognak tudni működni? Pontosan. Tehát azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy az ellenzéki szavazóknak végtelenül nehéz volt láthatóan megemészteni az előválasztás eredményét. Ön hogyan élte azt meg, hogy nehéz volt önt megemészteni, illetve az ön győzelmét? Felépessége nyilván az, hogy Dobrev Klára is köztem volt a második forduló, és ez a DK-nak, a szavazóinak nagyon sokszor legyelhetetlen volt ez az eredmény. Ugye ők a legerősebb ellenzéki pártként arra számítottak, hogy Dobrev Klára már az első fordulóban 50% fölötti eredménnyel közös miniszterelnök jelölt lesz. Ezt a DK-s jelölt mondta el egy rádióműsorában, vagy egy rádióműsorban. Nos, tehát nyilván megértem azt a szomorúságot, azt a csalódást, hogy nem Dobrev Klára nyert. A DK szavazóinak ezt nehéz volt ugyan elfogadni, de azt még ők is el tudják fogadni, vagy azt még őnek is látniuk kell, hogy minden felmérés szerint Dobrev Klára nem tudta volna megverni Orbán Viktor, nyilvánvaló Gyurcsány Ferenc, illetve a DK elutasítottsága okán. Orbán Viktor legyőzésére az ellenzéknek, ahol én nekem pontosan egy helyem lesz, tehát egy 200 fős vagy 199 fős parlamentben én egyetlen egy helyen fogok rendelkezni. Én a teljes ellenzék vezetőjeként nyilvánvalóan a pártokkal kell, hogy együttműködjek. A pártoknak meg azt kell elfogadni, hogy soha ekkora esélyük nem volt még a győzelem, pont azáltal. Ez teljes mértékben érthető, de látja, egy kérdést kihagytam. Pártjelöltel nem tudták volna legyőzni Orbán Viktort, úgyhogy a DK-nak választania kellett a között, hogy le akarja váltani Orbán Viktort, vagy nem. A Gyurcsány Ferenc rendszeres kiállásai arról szólnak, hogy meggyőzze legalább a legelkötelezettebb DK-sokat, hogy most már hagyják abba például az én szakulásomat és az elégedetlenséget, hiszen ez a kérdés az előválasztáson eldőlt, ráadásul soha ekkora esélyünk nem volt Orbán Viktor leváltására, hogy most mindenki azt nézze meg, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Önnek van tapasztalata, hogy milyen nagy családban élni? Ön egy nagy családnak, ez már egy másik család, és nem szeretik ezt a hasonlatot, most én élek vele, legyen idézőjeles, a hatpárti együttműködésben, az Egységben Magyarországért keretén belül, ha rossz a kérdés, ne válaszolja meg, van önhöz közelebb álló gyerek és távolabb álló gyerek ma ebben a konglomerátumban? Egyrésztről nincs, mert az ember a gyerekei között nem tesz különbséget. Másrészt persze ideológiai okból vannak közelebb és távolabb lévő pártok. Egyébként az egyik legtávolabb ideológiai okból az éppen a személyesen viszont talán a legközelebb álló Párbeszéd frakció lenne, hiszen Karácsony Gergelyel is nagyon jó a kapcsolat, a Párbeszéd frakciót választottam, de ők nagyon baloldali, aki meg inkább jobboldali vagyok, jobb közép. Tehát nyilván ideológiaiból vannak közelebb és távolabb lévő pártok, de mindegyik pártban tudnék olyat mondani, ami szimpatikus, és olyat, ami nem szimpatikus. Begyógyultak azok a sebek, amelyeket ön okozott az előválasztás folyamán, amikor kritizálta, és nem formálisan, akár a Demokratikus Koalíciót, akár a Magyar Szocialista Pártot? Igen, én azt gondolom, hogy ezek a kritikák egyébként megint csak nem személyes, hanem választási győzelem érdekében tett kritikák voltak, és ezeket természetesen azt gondolom, hogy elfogadtuk, feldolgoztuk. Kétségkívül tény, hogy mindegyik pártnak van egy jelentős elutasítottsága, és ezért ezt kezelni kell ahhoz, hogy le tudjuk győzni, és természetesen az is tény, hogy nekünk az összefogásban mindenik ellenzéki szavazóra szükségünk van, nem kérdéses, hogy a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a Momentum szavazóira ugyanúgy szükségünk van, mint a civilekre. Ha ő nyer, ő lesz a miniszterelnök, ha nem nyer, beül a parlamentbe, vagy megmarad Hódmezővásárhelyi polgármesterének? Hát ez a kérdés, ez engem is foglalkoztat. Én most egyelőre ott tartok, hogy mindenképpen nyerni kell. Szeretnék nyerni egyébként a körzetben is. Az legalább ekkora probléma, hogy Lázár János legyőzése esetén én egy egyéni mandátumot szerzek a parlamentben. Ugyanakkor, hogyha elveszítjük a választást, és a Fidesz maradna hatalmon, akkor természetesen nekem ellenzéki képviselőnek egyáltalán nem. Nincs kedvem beülni a parlamentbe, de ez egy másik kérdés. Nyilvánvalóan, hogy van olyan dolog, amikor az ember nem a kedve szerint választ,
Én szívem szerint Hódmezővásárhelyet vezetném tovább, mégis én vagyok a ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Ezt az építkezést kell ezt tovább. Értem, de ez a vezető szerepe megszűnne abban az esetben, ha nem nyernek. Én tudom, hogy az a vágy, hogy nyerjenek. De ezt nem, az ember mégis nem csak az ellenzéki összefogásról van szó, hanem egy olyan jobbközép formációról, ahol a zöldektől a liberálisokig a konzervatív jobbközép oldalt szervezzük. Tehát az is egy kérdés. De ön azt, azt mondja ezzel, hogy megmaradna, vagy ön megtartaná a vezető szerepét ebben, és amennyiben nem, hát persze mondjuk megtarthatná a szerepét akkor is, hogyha megmarad Hódmezővásárhely polgármestere. A kérdés az, hogy a többiek nem kezdenék el nagyobb mértékben hanyagolni, mint hogy nem hanyagolható el, hogyha netán nyernek, és akkor miniszterelnök lesz. És mindezek a kérdések foglalkoztatják ezt a nagyon széles csoportot, ugye a harmadik harmad mondhatnám így, ez a hat párt és a Fidesznek nem a hat párt támogatói és nem a Fidesz támogatói egyharmad részét teszik ki a társadalomnak, hogy őket minden jobban megszólítsuk. Én mindig a romákat, a civileket és a konzervatívokat szoktam emelni, mármint kiemelni, a korrupció ellenes konzervatívokról, nem a fideszes konzervatívokról van szó. Tehát nyilván, hogy ennek a csoportnak a megszervezés a közös ellenzéki siker érdekében, Magyarország jövő érdekében, az egy nagy feladat. Hogy ezt hogy fogjuk ellátni, ezt a választás után majd meglátjuk. Most egyetlen egy célunk van, ezt a választást meg kell nyerni. Orbán Viktort le kell váltani, Magyarországot vissza kell vinni Európába. Nem csak fizikailag nyilván, hanem lelki, tartalmi kérdésekben is. Európai demokratikus jogállam legyen Magyarország. Óriási feladat ez, most csak erre koncentrálunk. Rendszeres levelezésben áll Vona Gáborral, a második reformkon alapítvány létrehozójával, és legutóbb, bár szóvá tette, hogy a nyílt levelüket nem pusztán önnek, hanem Orbán Viktornak is címezték, az öt javaslattal kapcsolatban megnyilvánult, és ebben megírta, hogy mindenki számára egyenlő esélyt, felemelkedés biztosító közoktatás megteremtése a cél, visszaállítják a tankötelezettség korhatárát, helyreállítják a tanszabadságot, a tanárok szakmai függetlenségét, létrehozzák a cigányhősök emléknapját, illetőleg, ami az álhíreket illeti, ennél aktuálisabb téma nem nagyon akad. Itt ugye az volt a javaslat, Vona Gábor javaslat, hogy a közérdeket sértő bíróság által is igazoltan valótlanságot terjesztő orgánumok ne részesüljenek közpénzekből. Ennek a megvalósítása, különös tekintettel arra, hogy ilyen megfogalmazással korábban Karácsony Gergely is ért, hogy hogyan kell elzárni a pénzcsapokat, és ez egyébként a tevékenységek folytatását a mostani hatalmon lévőknek a működését korlátozza, ezzel kapcsolatban van már terve, hogy hogyan kell elzárni ezeket a pénzcsapokat? Én bevallom őszintén, elvi alapon közelítek ehhez a problémához. Nem mintha a gyakorlatilag távol állna tőlem, de amikor korábban is felmerült az, hogy adóztassuk meg a tolvajokat, én ezt ellenzem. Persze tudom, hogy ők azt mondták, hogy gazdagokat akarnak adóztatni, de a gazdagok megadóztatása megint csak nem cél. Nekünk az a feladat, hogy a magyar vállalkozókat segítsük, és hogyha a gazdagok alatt a legnagyobb vállalkozókat értjük, ők munkahelyeket teremtenek Magyarországon, exportot generálnak, versenyképesebb magyar gazdaságot hoznak, tehát nyilvánvalóan, hogy mi a vállalkozásokat támogatni akarjuk. Akkor itt arról volt szó, hogy ez majd Mészáros meg Tiborcnak a pénzét adóztatásra veszünk vissza, én mindig tiltakoztam. Tolvajokat nem adóztatni kell, a tolvajokat meg kell büntetni, börtönbe kell csukni, a vagyont meg vissza kell venni. Hát a média kérdés hasonló. Tehát az természetes, hogy azt a lopást, amit a Fidesz művel, hogy az adófizetőktől lopott pénzen tartja fenn a saját propaganda médiáját, ezt meg kell szüntetni, ez nem is kérdéses. Nem adóztatással, hanem a pénzlopást, azt meg kell állítani. Tehát ez nem mehet így tovább. Nem kérdéses, egy percig sem, és nagyon drasztikusan. Ettől függetlenül sajtószabadságnak kell lenni, tehát a véleményszabadság az megmarad, lopást meg befejezni. Ez a feladat. Jakab Péter nyilatkozta a Heti Világgazdaságnak, némileg utalva az ön két héttel vagy másfél héttel ezelőtti vasárnapi szabadbeszédére. Ő azt mondta, nem az a lényeg, hogy Orbán járt-e vagy jár-e valahova, itt ugye Grászról van szó, hanem az, hogy amikor szemtől szemben áll vele már, mint Jakab Péter a parlamentben, akkor ő is a mentális fáradtság jeleit tapasztalja. Jakab szerint a Jobbik nem véletlen kezdeményezte, hogy a mindenkori miniszterelnököt vessék pszichológiai alkalmassági vizsgálat alá. Ez ugye azért nem egy egyedi dolog, mert korábban a Fidesz viccesen vagy kevésbé viccesen javasolta Gyurcsány Ferencnek a pszichológiai alkalmassági vizsgálatát.
Ön erre viccként tekint, vagy ez lehet realitás? Ebben az esetben akár az ön pszichológiai vizsgálata. Hát nem mi vagyunk az egyetlen ország, ahol ez fölmerülhetett, akár az Egyesült Államokban is voltak hasonló vélemények. Az alkalmasságot egy miniszterelnök... És meg is történt a Bidennel egyébként? Nem Bidenről beszélünk, de igen. Tehát nyilván nem történt, bocsánat, tehát nem, ott sem a választók, meg nem az ellenzék dönti el, hogy alkalmas, illetve a választók döntik el, hogy alkalmas valaki egy vezetés, vagy politikai szerepre, és nem az ellenzéke. Nem gondolom, hogy bármelyik politikai entitásnál lehet bármilyen problémája valakinek, kezeltetheti magát bármilyen módon, ez egyébként szükséges is, tehát ezért nem támadhatja senki sem a miniszterelnököt, sem senki mást, hogyha kezelteti magát. Az egészség az egy nagyon fontos dolog, neki is van önrendelkezési joga az egészség kérdésében. Ráadásul nyilvánvalóan, hogy azok a viszonylag, hogy mondjam, összájon forgó információk szerint ez elsősorban egyfajta alvás terápia, ami fölmerült tudomásom szerint. Én nem tudom, nem ismerem természetesen a részleteket, de a Gráci intézetben többek között alvás terápiával foglalkoznak, hogy aztán melyik politikus jár oda, azt én nem tudom. Azt kérdezem öntől, miközben nem vagyok a pszichiátere, és ügyés sem vagyok, hogy ma 2022. január 20-án, mindig nézem, hogy jól mondom-e a napot, akar-e a káros szenvedélyeiről beszélni, amelyeket egyébként egy hazugságvizsgálat mutatnak ki, vagy egy pszichológiai vizsgálat. Milyen káros szenvedélyei vannak önnek? Milyen függőség? Hát függőségem nincsen, hála jó Istennek, azt el kell mondjam. Én nem kávézom többek között, nem dohányzom, hogy más nem mondjak. Rendkívül hűséges vagyok a házasságban. Nem rendkívül hűségesnek nem lehet lenni. Hűségesnek lehet lenni, és nem hűségesnek. A rendkívül hűséges az majdnem fosztóképző. Rendben, akkor hűséges vagyok, azt kell mondjam. Tehát magyarul ezek a káros szenvedélyem alkohol, kártya. Én alkohol, nem is kártyázok, tehát mondom, szerencsejáték sem. Tehát ön Orbán Viktorral sose ultizna, mert nem tud ultizni. Én nem tudok ultizni. Bridgezni se tud. Bridgezni sem tudok, igen. Sok más kártyajátékot tudok játszani, ezeket nem. Work alkoholike. Tessék? Work alkoholike. Nem, még ezt sem mondanám. De az egy kicsit az. Sokat dolgozom, keveset alszom, de ennek nem, hogy ez nem káros szenvedély, hogy így mondjam, és legfőképpen nem függőség. Lóverseny. Jó, kárt, életemben nem próbáltam ki soha semmilyen formában. Vörös bort, azt rendszeresen fogyasztok, és nagyon kedvelem. De a vörös bor az alkohol? Mértékkel, így van. Jó, csak az előbb azt mondta, hogy nem iszik alkoholt. Nem mondtam ilyet, elnézést. Akkor elnézést, akkor csak... Nem, kávét nem iszom, azt mondtam. Buborékos vagy buboréktalan ásványi vizet iszik? Buborékos iszok, igen. Az Európai Parlament 62 képviselője levélben kéri az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet, ebben, hogy szervezzen teljes körű megfigyelést az áprilisi magyarországi választásokra. Ezt írta tegnap a Politico. Az Európai Parlament 5 különböző frakciójában foglalnak helyet, és a Politico azt írja, hogy ez egy szokatlan lépés, mert ez egyébként az unión belül nem tekinthető általánosnak, ugyanakkor azt is szükségesnek tartja hozzátenni, hogy korábban 20 magyar civil szervezet is hasonló kérést intézett az EBSZ-hez, és magyarázatképpen a gyengébek kedvére adott esetben, mint én, hozzáfűzik, hogy a 2018-as magyarországi választások tapasztalata, amikor egy korlátozott EBSZ misszió arra következtetésre jutott, hogy a megfélelmítő kampányretorika korlátozza az érdemi viták terét, és csökkenti a választók megalapozott döntéshozatali képességét. Azt is megállapították, hogy a kormányzati tájékoztató kampányok jelentősen veszélyeztették a versenyzők azon képességét, hogy tisztességesen versenyezhessenek. Most pedig a parlamenti képviselők szerint még több aggodalomra ad okot a magyarországi helyzet. Ön is hasonló véleményen van-e? Ön jónak látná-e, hogyha egyébként az EBSZ ide küldene képviselőket? Hát természetesen jónak látnám, és én is támogatom ezt, valóban volt is ilyen 4 évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy free but not fair, tehát hogy szabad választások voltak ugye Magyarországon, de egyáltalán nem igazságos, nem egyenlő esélyekkel zajlanak ezek a választások, hogy a pálya rendkívüli módon a kormánypártnak lejt. Orbán Viktor nem csak a teljes rendszert alakította ki, nem csak a centrális erőtér modellben tette szinte leválthatatlanná saját magát, átszabta a körzeteket, a körzethatárokat, ami szintén a Fidesznek kedvez igen jelentősen.
határon túli magyar szavazatokkal, és a határon túliaknak ezt a megadásával, ezzel szint több mandátumot biztosít magának minden parlamentben, és nem sorolom fel azt, hogy a német nemzetiségi önkormányzaton keresztül szintén van neki egy támogató szavazat, hogy más nem mondjak, és akkor még nem beszéltünk egyébként az általa megvett, megzsarolt kamupártok rendszeréről, a pártfinanszírozás. Kiket tekint ön kamupártnak? És most eljutottunk, ugye... a rendszeréről, amely egyébként minden... De és kikerülheti ön például az ISZOM-ra, hogyan tekint Szanyi Tibor pártjára, miközben formálisan nem ő az elnöke? Jó, tehát kamupárt alatt alapvetően nem ezt értjük, azt szeretném mondani, erről tudom, egyébként tudom, a partizának egy komplett anyag, a tényleges kamupártok. Tudom, vannak, ez egy választási visszaélés lehetővé tévő választási pénzekkel kibővítettem. Kamupártként tekinte ön az ISZOM-ra? Nem, egyébként nem. Viszont, hogy a Fidesz érdekében tevékenykednek, természetesen. A Gattyánféle pártot is hasonló ítélje meg. Hasonló, igen? Gattyánpárt, bocsánat, most azon kívül, hogy a NAV-val és 900 milliós támogatással és mindenféle hasonlóval állítólag motiválni lehetett ezt az új párt indulását, az összes plakát helyét a Mészáros cég adja. Tehát olyan nagyon senki ne csodálkozzon azon, hogy Orbán Viktor érdekében idekeznek újabb és újabb állellenzéki pártokat indítani. Türmer Gyula óriási híve és támogatója Orbán Viktornak, nem kérdéses, hogy a Fidesz szövetségese, úgy szintén a Mi Hazánk. Ha egyszer összefogna véletlen az ISZOM és a Munkáspárt, akkor összenőne az, ami összetartozik? Őszintén szóval egyáltalán nem érdekel, hogy az ISZOM és a Munkáspárt hogyan szolgálják Orbán Viktor érdekeit. Hogyan viszonyult Kovács Gergelynek azon őszinte szavaira, idézem: amikor azt mondtam, hogy fontosabb körzetekben ne induljunk rá az ellenzékre, tényleg úgy gondoltam, és most is így gondolom. Nekem az volt életem legszarabb egy hónapja, amikor MZP elkezdett könyörögni, hogy ne szavazzanak ránk az emberek. 15 éve csinálom ezt a pártot, és soha nem tapasztaltam ilyen gyűlöletet emberek részéről. Ehhez annyit tett még persze hozzá, hogy mindenkinek rossz érzés, hogy bármilyen okból hirtelen sokan kezdik szidni, de az a fura, hogy MZP a szeretetországról beszél, de nem gondol be, hogy milyen következményei lehetnek, ha tesz egy ilyen kijelentés, mondta minap Kovács Gergely, a két farkúak társelnöke. Én nekem ugye azért azt sok mindent lehet mondani, de ha én bármikor gyűlölettel beszéltem volna Kovács Gergelyről, vagy a két farkútja pártról, azt szemben szeret hazugság. Ő soha. Azt mondja, hogy ezt váltotta ki azt, amit ön mondott. Tessék? Azt mondta, hogy azt váltotta ki az ön, nem azt mondta, hogy gyűlöletet, hanem azt mondta, hogy az ön megnyilatkozását gyűlölet követte. De arról én nem tehetek, elnézést kérek. A kérdés az az, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. A kétfarkú kutyapárt, amit én mindig nagyon is, hogy támogattam, és nagyon pozitívan nyilatkoztam róluk, félreértés ne essék, kiálltunk a kétfarkú kutyapárt helyi vezetője mellett, amikor elbocsátották a kórházból egy nagy tüntetésen. Befogadtuk a kétfarkú kutyapártnak a felcsúti buszmegállóját, egy migráns buszmegálló van Vásárhelyen. Ezen kívül ők támogattak egy játszótér építésünket itt anyagilag is, tehát körülbelül a 3 milliós projektünknek a 10%-at a kutyapárt biztosította. Tehát nekünk nagyon jó együttműködésünk van személyesen. Azt, hogy én a Kovács Gergővel beszélek telefonon, az is ennek a pozitív együttműködésnek a jele. A Fidesz párti kispártoknak vezetőivel soha nem beszélek, de sem telefonon, sem lehetőleg személyesen. Ezek a telefonok miről szólnak? A telefon arról szólt, hogy hogyan tudja a kutyapárt lehetővé tenni, elősegíteni, vagy én hogyan tudom segíteni az ő munkájukat a közös győzelem érdekében. Nyilvánvalóan a különindulásuk az egy véleményem szerint stratégiai hiba, tehát ők bizony szemben a többi párttal, amiket említettünk, ők egy elég jelentős szavazatmennyiséget tudnak elvinni az ellenzéktől, ez történt az önkormányzati választáson a 12. kerületben is. A 12. kerületben egyéniben a kutyapárt ugyan egyetlen egy jelöltet sem tudott bejuttatni, viszont 10% feletti eredményükkel befolyásolták a választás eredményét, és emiatt van az, hogy óriási többsége van a Fidesznek a 12. kerületi önkormányzatban, hiszen hogyha a kétfarkú kutyapárt... Én 12. kerületi vagyok, úgyhogy nekem lesz majd gondom, főhet a fejem. Hogyan tekint a Mi Hazánkra? Bocsánat, tehát a kutyapárttal, tehát bármi szimpatikusak is, nagyon nagy esélye van annak, hogy, vagy lehetősége van annak, komoly lehetősége van annak, hogy ő rajtuk múlik az, hogy Orbán Viktor marad, vagy nem marad. Én és ez akkor is így van, hogyha egyébként bejutnak a parlamentbe, és bizonyos kérdésekben együttműködik önnel, önökkel, hiszen azt nyilvánvalóvá tette, hogy inkább az ellenzék sem, mint a Fidesz.
Egy nagyon kedves, szimpatikus dolog, de a nagy kockázat az nem az, hogy bejutnak a parlamentbe, hanem hogy egyetlen egy körzetben sem fognak nyerni, és hogy a listán sem fognak bejutni. Hogy azok a szavazatok, amik a kormányváltás mellett lennének, azok el fognak veszni. Ez az óriási kockázat ennek az indulásnak, és ezért könyörögtem nekik, hogy az ellenzékkel együtt induljanak, hogy verjenek részt az előválasztáson. Hiszen ez az egyetlen megoldás, amivel mi az egy-egy elleni versenyt elő tudjuk állítani, és csak úgy lehet Orbán Viktort legyőzni. Ebben semmi dűlőlet nincsen, ez puszta racionalitás. Akkor egy kérdést engedjen meg visszafelé, bocsánat. Az összefogott hat párt több szereplőinél is szimpatikusabbak nekem például. Két van kutyapár, de nem ez számít, ez nem... Abszolút nem erről van szó. Hát ne haragudjanak, ez nekem nem szeretett meg. Én ezt megértem. Ön egyébként ötvözetként hogyan tekint arra a hat pártra, amelyik ön mögött van? Ez egy jó ötvözet, vagy ennek jó ötvözetnek kell lennie, a kettő az különböző? Egyáltalán nem kell jó ötvözetnek lenni, én ezt egyébként nem is tartom egy természetes szövetségnek, nem tartom egészségesnek azt, hogy ennyire különböző pártok összefognak, de hát egy szent cél vezet bennünket, könyörgöm. És nem is például. Együtt fogja tudni tartani a bolhákat, már elnézést, ugye zsákbolháról szoktak beszélni, ha nyer? Igen, természetesen muszáj lesz együtt tartani, hisz, és azokban a kérdésekben azt gondolom, hogy nem is kérdéses, hogy egyetértünk, hogy le kell bontani az Orbán rezsimet, és helyre kell állítani a demokráciát, a jogállamot, a piacgazdaságot és az európai integrációhoz való lojalitást Magyarországon. Ebben mi mind egyetértünk, erre szövetkeztünk, ez a feladat. Hosszú távon egy olyan választási rendszerre lesz szükség Magyarországon újra, ahol ezek a pártok valószínűleg nem egymással szövetségben fognak választáson indulni, ettől még lehet, hogy koalícióképesek lesznek majd egy kormány, nézzék meg a német nagy koalíciós gyakorlatot is akár, tehát lehet ilyen, de az, hogy választási szövetségben már együtt kell működjenek az a pártok, ezt Orbán Viktor erőszakolta ki. Hogyan tekint a Mi Hazánk mozgalomra? Úgy, mint a Fidesz fiók szervezetére. Kamupárt? Nem kamupárt, ugye a kamupárt, elnézést, ahhoz túl nagyok, hogy kamupártnak tekintse bárki őket, tehát nem arról van szó, hogy fölveszik a pénzt és aztán nem csinálnak semmit. Még egyszer a Partizán riportjaira gondoljanak a kamupártokról. Tehát nem a Mi Hazánk, az egyértelműen a Fidesz érdekében. De miként a fiók szervezet? Az ön értelmezésében. Én azt szoktam mondani, hogy ő a Fidesz náci tagozata. De most már nem a náci tagozat lesz a legfontosabb vonatkozása. Orbán Viktor kiszervezte az oltás ellenességet olyan Mi Hazánkos politikusoknak, akik egyébként valószínűleg be is vannak oltva, meg a gyerekeik is be vannak oltva, de akik oltás ellenességet hirdetnek, és megpróbálják az egyébként nagyon komoly oltás ellenes indulatokat elvinni az ellenzéktől, hogy ez ne befolyásolja a választást. Nyilván a Mi Hazánk esetében is az a kérdés, hogy bejut a parlamentbe vagy nem. Ők nagyon a határában vannak ennek. Én természetesen sok sikert kívánok, minél több fideszes szavazót kívánok a Mi Hazánknak, és 4,9%-os eredmény. Megígértem, hogy lehet öntől kérdezni, eddig nem volt rá sok idő, semmilyen idő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm. Mondja! Jó reggelt kívánok, Söprényi Zsolt vagyok. Azt szeretném kérdezni Márki-Zay úrtól, hogy az áfacsökkentéssel kapcsolatban én nagyon szimpatikusnak tartom azt a retorikát az ellenzék részéről, hogy az alapvető élelmiszerek árát 5%-ra kellene csökkenteni, különösen ilyen válságos időkben. Viszont azt nem értem, hogy sokszor az ellenzék tettei nincsenek összhangban a retorikával. Miért volt az, hogy amikor lehetőség lett volna az ellenzéknek ezt megszavazni a parlamentben, akkor ezt nem tették meg? Köszönöm szépen. Hát elnézést kérek, hogy erre én pontos magyarázatot nem tudok adni, én ugyanis nem ültem ott a parlamentben, nem szavaztam ennél a szavazásnál, tehát azokat kell megkérdezni, akik ezt esetleg nem szavazták meg, akik ott ültek és megnyomták a gombot, tehát ezt nem tudom. Egy biztos, hogy az ellenzéki pártoknak egy konszenzusos javaslata az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése. Ilyet a kormány nem csinált általánosan, tehát nyilvánvalóan volt néhány élelmiszer, amire valóban csökkentették az áfát. Érdekes módon például a marhahús egyébként, ugye a marhahús az nem biztos, hogy a szegényeknek a tipikus élelmiszere. Orbán Viktor abszolút sokat mondó módon, de tulajdonképpen indokoltan tette be a csirkefarhátat a most befagyasztott élelmiszerek sorába. Az egész intézkedés árulkodó arról, hogy mekkora baj ebben az országban, hogyha már csirkefarhát árat kell hatósági árasát tenni, de őnek igaza volt abban legalább, hogy a szegény embereknek a húsféléje az a csirkefarhát, és nem a beszél. Türelmét kérem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
Mészáros Dorottya vagyok, és te kérdezni szeretnék. Hajrá. A műsorban. Hajrá, tegye. Nincsenek telefonos kisasszonyok itt. Még egyszer legyen szíves az elejéről. Hogy a korábbi videóiban azt mondta pár hónapja. Ne az internetet hallgassa, legyen szíves, mondja, mintha a telefonba beszélne. Rendben. A korábbi videóiban azt mondta a miniszterelnök jelölt úr, hogy áttörés az európai minimálbér, azonban most pedig mellette kampányol. Akkor pontosan mi itt az igazság, és mi mellett szeretne kiállni? Nem, elnézést kérek, soha nem mondtam ilyet, ez félreértés. Sem az európai minimálbérről nem azt mondtam, hogy átverés, hanem azt mondtam, hogy nyilvánvalóan soha nem lesz ugyanakkor a minimálbér Luxemburgban, mint Magyarországon. A minimálbérről ugye a Fidesz szokta említeni azt, hogy én közgazdászként elmondtam a hátrányait is. Most egyébként ezt megtapasztalhattuk, amikor Orbán Viktor nagyon helyesen egyébként megemelte a minimálbért, rengeteg ember elveszítette a munkáját. Ez természetes következmény közgazdaságilag. Ha valaki nem termeli ki a vállalkozónak a saját bérét, azt el fogják bocsájtani, mert a vállalkozók nem jótékonysági intézmény. És természetesen az, hogy Orbán Viktor 12 év alatt egyszer eléri az európai minimálbér színvonalat, hiszen ez a mostani európai minimálbér szabályozásnak megfelelő magyar minimálbér, ez egy egyszeri alkalom. Az ellenzék az európai minimálbérhez csatlakozással azt vállalja, hogy évről évre fogja olyan szinten emelni a minimálbért, hogy az emberek megélhetése a minimálbérből is biztosítva legyen. Kielégítő volt? Részben igen, viszont korábban azt is nyilatkozta az ellenzék több portálon is, illetve több ember is, hogy a minimálbér emelés, tehát a 200 000 forintra való emelését, azt ellenezték. Most akkor ez mégis hogyan össze azzal, hogy önök meg most maga szerint mégis folyamatosan emelnék. Tehát értem, hogy az ellenzék ezt egy kampányhúzásnak mondaná, viszont akkor ugyanezt tudom elmondani önökről is, hiszen azzal, hogy megígérik, hogy emelni fogják rendszeresen, ugyanúgy azt mondhatom, hogy ez egy kampányhúzás. Arról nem is beszélve, hogy közgazdaságtanilag azért ebben nagyon sok kérdés van, amit ön is feltett, tehát hogy ez sokszor cáfolta is. Nem. Közgazdaságilag elmondtam, hogy az a hátránya, hogy emberek elveszítik az állásokat, különösen egy ilyen nagymértékű minimálbéremelésnél vannak vállalkozók, akik ezt nem fogják kifizetni, nem tudják kifizetni. De az ellenzéknek én soha nem hallottam még, hogy ők a minimálbéremelést szitták volna, vagy kritizálták volna, én sem kritizáltam soha. Az európai minimálbér számításhoz csatlakozással az ellenzék azt vállalja, hogy minden évben biztosítani fogja kötelezően, ez az Európai Uniónak szabálya, tehát ez nem opcionális, nem választás kérdése, nem választási években van csak így, minden évben biztosítani kell azt, hogy a minimálbér kövesse azt a szintet, hogy abból meg lehessen élni. Ezt a Fidesz nem biztosította, az ellenzék programjában benne van. Ez ugyanolyan, mint az Európai Ügyészséghez csatlakozás. Orbán Viktor azért nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez, mert akkor a korrupt bűnöző politikusokat a börtönbe kéne csukni, ugye, hogy Horvátországban is letartóztatott az Európai Ügyészség, nem a horvát hatóságok egy korrupt politikust. Orbán Viktor ezt nem meri kockáztatni. Az ellenzék viszont lehet szidni, hogy ott is van korrupció, én is szoktam szidni minden korrupciót. Erre nem volt a mondatot befejezve, tehát azt viszont, hogy az ellenzék vállalja, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozik, amit Orbán Viktor fél megtenni, azzal vállaljuk azt, hogy az ellenzéken belüli korrupciót is. Oké, de ez nem hangzott el a kérdésben. Egy kérdést engedjen meg a betelefonáló, és ezt ne vegye hangrasszizmusnak. Valamit ráépítenék, hogyha a feltételezésem jó. Ön hány éves? Én 21 éves vagyok. Köszönöm. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Sokan küzdenek azzal, hogy fiatal hallgatóik és nézőik legyenek. Sokan küzdenek azért, hogy a szavazóik között fiatalok legyenek. Én azt vettem észre, hogy a kampányban ön nagyon sok fiatalt nyert meg. A közvetlen környezetemben is ezt tapasztaltam, anélkül, hogy itt konkrétan megnevezném az embereket, egyébként se egy vagy két emberről van szó. Ugyanakkor a mostani kampányban, ami még nem a hivatalos kampány, hanem a megszólalás, azt vettem észre, hogy a korhatár szépen megy föl 40, 50, 60 évre. Az egy másik kérdés, hogy az a számomra egészen elképesztő plakátkampány, ami most Gyurcsány Ferenccel és önnel kapcsolatos, abban is a 60 plusz és az 50 pluszosok vannak megszólítva, hiszen az Austin Power filmeket a fiatalok nem látták. Nem érzékeli azt, hogy a fiatalabb korosztály nincs kellőképpen megszólítva az előválasztás óta? De nyilvánvalóan, bár azt mondom, igen, igaza van.
Igen, és meg kell szólítani őket, nagyon fontos, hiszen az ő jövőkért küzdünk. Igen, csak hát ezt meg kéne tenni, tehát ezzel alapoztam a kérdést, és elnézést, nem ismerkedni akartam, hanem ezt a kérdést föltenni. Igen, de hogyha megfigyeli azt, hogy a TikTok videóban volt egy olyan szintén botrányosnak mondott, bár számomra semmi botrányos nem volt benne, ugye amikor TikTokon 100 000-es követő táborral rendelkező fiatal pár egyébként, már nem tudom, hogy együtt élnek, vagy nem élnek együtt, de egy férfi és egy hölgy, fiatalok, ők megkerestek és szerettek volna egy felvételt készíteni, és elkészítették. A fiatalok számára ez természetesen vonzó volt, de a mainstream médiában rengeteg kritikát kapta, hogy én miért állok le ezekkel a fiatalokkal, és többé is ez milyen. Na tehát, hogy sajnos, amikor van olyan esemény, amikor megszólítjuk a fiatalokat, az idősebbek részéről pedig komoly kritikát kapunk érte. Ilyen is van. Nem esett nagyon sok szó külpolitikai stábról. Van-e külpolitikai stábja? Van Szent Iványi István, az az ellenzéki árnyékkormányban lévő koordinátor, aki ezt folyamatosan dolgozik ezen, de természetesen egy nagyon széles körű csapat van mögötte, hogy más nem mondjak, ugye egy forumunk is volt annak idején, Balázs Péter volt külügyminiszter, Jeszecki Géza volt külügyminiszter és nagykövet, Kedernai János részvételével, de emögött természetesen nagyon sok, és Zoltán maga is külpolitikában aktív, tehát nagyon sok olyan külügyi szakértőnk van, aki segít ebben a munkában. 061-712-42, ha akarnak kérdezni, ám legyen. Amíg nincs kérdés, addig az iránt érdeklődöm, hogy önnek személyesen volt-e abban szerepe, hogy ha bár a közelmúltban, tényleg az elmúlt pár napban megszólalt, kis türelem, akkor ezt befejezem, és utána hívjanak. Megszólalt köztársasági elnök jelölt ügyben már, mint hogy lesz az ellenzéknek köztársasági elnök jelöltje, az ellenzéki oldal egyik influencere, vagy nem tudom, hogy kéne fogalmaznom, Ceglédi Zoltán arról ír, hogy elnézést lehetne tőle kérni, már azt követően, hogy ön a vasárnapi beszédében bejelentette, hogy az ellenzék mégis jelöl köztársasági elnököt, már azt követően, hogy Magyar Györgynek, a Civil Választási Bizottság elnökének volt ilyen ötlete, de ahogy Ceglédi fogalmaz, megfúrták, ahogy én fogalmazok, visszavonták. Az ISZOM-nak például van köztársasági elnök jelöltje, Pál Éva, a Neoton volt énekesének személyében. Nézze, tehát az, hogy a Magyar György féle javaslatot végül nem követtük, és nem rendeztünk újabb és újabb ellenzéki előválasztásokat, például egy olyan köztársasági elnök személyéről, akit valójában a Fidesz fog kinevezni hamarosan, hiszen megvan hozzá a kétharmados többsége, és ezt a parlamentben fogják megszavazni, az természetes. Mi a fókuszt, most a fókuszt Orbán Viktor leváltására kell tegyük, és nem egy olyan ellenzéki közös jelöltnek a kiválasztására, akinek valószínűleg egy-két beszédben fog majd csúcsosodni a teljesítménye, hiszen ezt a mai rendszerben a Fidesz nem méltóság és eredmények alapján, hanem természetesen pártlojtás alapján fogja eldönteni. Mi alapján fogják megtalálni ezt a szemét, aki szimbolikusan vagy nem szimbolikusan az ellenzék köztársasági elnök jelöltje lesz? Hát egyrészt, hogy kell, hogy vállalja az illető, másrészt pedig a hat pártnak is konszenzusra kell jutni. Mennyi ebben időn a belül? Mennyi időn belül? Hát nyilvánvalóan a határidőig meg kell találni, dolgozik rajta az ellenzék, legyenek türelmesek. Én egyébként azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy az ellenzék közös programjában a közvetlen köztársasági elnök választás szerepel, éppen ezért én azt mondom, hogy nincs nagy jelentősége annak, ki fogja az ellenzéket képviselni egy beszéd erejéig a parlamentben, amikor megválasztják majd a Fidesz jelöltjét pártlojtás alapján, a legnagyobb jelentősége Orbán Viktor leváltásának van. Ön egyébként egy türelmes ember? Igen. Már nem, ez is. Tehát türelmes abban az értelemben, hogy mondjam, kivárom a soromat, tehát nem magam részéről. Én türelmes vagyok, de egyébként nyilván Orbán Viktor leváltása a kérdésében nagyon türelmes. Oké, rendben van, azért az nem egy... Oké, az embernek a türelmét nem az Orbán Viktor leváltásával szokták mérni, de értem, amit mond. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szabó Ági vagyok, és szeretnék kérdezni. Tegye! Én a Bolyár Gábor nyilatkozatára szeretnék visszatérni, hogy ő azt mondta, hogy ha az ellenzék hatalomra jut, akkor megemelik a személyi jövedelemadót. És eddig, ahogy én
megfigyeltem Márki-Zay úr politikáját, inkább gondoltam ment így piacpártinak, és nem tudom, hogy ön támogatja ezt a dolgot, és ráadásul ugye Magyarországon... Oké, rendben van, megvan a kérdés, és Márki-Zay kész, ahogy látom, kész van a válaszra. Mi a véleménye? Mindjárt meg fogom nézni, de elnézést kérek, nem készültem, hogy Bolyár Gábor említett volna ilyet. Bolyár Gábor nem tud abban a kérdésben nyilatkozni, annak ellenére, hogy az árnyék kormányunk egyik koordinátora, hogy mi fog történni akkor, hogyha az ellenzék hatalomra jut. Tehát nyilván ebben a hat párt, szövetséges párt meg én tudnék nyilatkozni. Én mondom önöknek, hogy nem fogjuk megemelni a személyi véleményadót, nem tudom, hogy elhangzott-e ilyen nyilatkozat, most már meg fogom nézni, hogy Bolyár Gábor mondott-e ilyet. Az ellenzéknek, mármint az ellenzék egyes pártjainak volt olyan törekvése, hogy a legeslegmagasabb, kiugróan magas jövedelmeket, ők az 1 millió fölötti jövedelem kategóriában gondolkodtak. Egyébként ott egy magasabb kulcsot hozzanak létre, és én tiltakoztam ellene. Különben nem a piacpártiság miatt, mert hogy a piacpárti vagyok ugyan, de a piac elviseli, hogy egy progresszív jövedelemadó legyen, és az többet. Én nem fogadtam el, azért nem fogadtam el, mert tudom, hogy a Fidesz milyen aljas módon propagálná azt, hogy az ellenzék adóemelésre készül, éppen ezért ragaszkodtam hozzá, még a lehető leggazdagabbak. Köszönöm szépen, egyébként nagyon fontos. Az alacsonyabb kulcsot csökkenteni fogjuk a minimál, a legalacsonyabb jövedelmeknek csökkenteni fogjuk az SZIA-t, személyi jövedelemadót, és a leggazdagabbaknak sem fogjuk emelni. És fontos az, amit ön mondott. Én egy részére reflektáltam a Bolyár Gábor interjúnak, ami a Szabad Európán megjelent, hogy egyébként ebben van-e ilyen vagy sem, ennek központi jelentősége van, és a sajtóról lesz még szó. 061-712-42 most telefonáljanak, mert aztán ismét én kérdeznék. Maga a telefon úgy működik, hogyha nagyon sok telefon éri, akkor megbolondul, tehát ezzel számolni kell, mert az előbb többen is telefonáltak, de mint a halak időnként a horogról leestek róla. Ha nem telefonálnak, akkor én kérdezek. Az értelmiség szerepéről és az ön mellett lévő sajtó megítéléséről kérdezném. Siffer András, Hont András, egyaránt, de maradjunk csak Hont Andrásnál, hiszen Siffer András nem egy ön mellett, vagy az ő műsorában beleértve Siffer Andrásnak nincs műsora, de Rákai Filipnek van, aki szintén kritizálta önt a Fideszben lévő zsidók megszámolásával, vagy létszámával kapcsolatban. Mekkora jelentőséget tulajdonít annak, hogy önnel kapcsolatban milyen éles megnyilatkozások vannak, sértődékenye, mi az, amit megfogad ezekből a kritikákból, és amit külön szeretnék ennek kapcsán említeni, az két dolog. Egyrészt megjelent egy írás az Azonnaliban Pintér Bence tollából, amiben azt írja, hogy ismét ott vagyunk, ahol 2018-ban a független sajtó összefüggés minőség ellenőrző rendőrségé degradálja magát, és egy Donát Anna interjú sorsát követően csak és kizárólag azt emeli ki, egyébként igaza van, hogy különböző orgánumok mennyire az együttműködő pártok közötti konfliktusokra hívja fel a figyelmet, és közben megfeledkezik arról, hogy milyen üzenete volt Donát Annának a szintén Szabad Európának adott interjújában. És még két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt amit Puzsér Robert írt, azt azért mondhatom, mert ő névvel vállalja, a másik helyen, én csak egy Facebook ismerős vagyok, egy meghatározó értelmiség írja azt. Barátai, ne higgyétek el senkinek, hogy annak a hisztériának a hangjait, ami itt a Facebook különböző buborékjaiban zajlik, Márki-Zay Péter félreértett, vagy szándékosan félremagyarázott félmondatai körül, a Facebookon kívül is tömegek hallgatják. Ne higgyétek el senkinek, hogy a semmi körül itt zajló késhegyre menő viták ezeken a buborékokon kívül az életvilágában is zajlanak, nem? Ott az emberek élik az életüket, és miközben küzdenek, hogy túléljék a Covidot, és a NERT reménykednek, és a tehetik dolgoznak azért, hogy mindez áprilistól másképp legyen. Puzsér Robert pedig durván egy hete egyebek
közt a következőket írta. Karácsony Gergely végignyomorultkodta a főpolgármesteri kampányát, egyszer hitettet amellett, hogy a zsidó képviselők listázása nem is nácizmus, máskor azzal vádolta a Fideszt, hogy titkosszolgálati eszközökkel figyelteti, miközben nyilvánossá vált a cinikus tartózkodásával kifejezett bűnrészessége. Majd később a balliberális média 95%-át a fenti ügyek egyáltalán nem zavarják, majd később most Márki-Zay Pétert az ellenzéki sajta a kormány médiával szinkronban Karácsony nyomorult bénázásának a töredékért nyúzza meg, majd később Márki-Zay azt mondta, hogy a Fideszben egyébként van néhány zsidó, bár elég kevés, és kapásból megindult ellene a túlérzékenység szemforgató offenzívája. A miniszterelnök jelölt szándékát tekintve kifejezetten filoszemita megnyilatkozást tett, majd később nekem is van bajom így Puzsér Robert Márki-Zay Péterrel, egyáltalán nem tetszik az az arrogancia, amelyet a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal szemben tanúsított, egyáltalán nincs kedvemre a neoliberalizmusa, és jól játszik, hogy szoknia kell az óriási tétet, nyomást és elvárást, ahhoz azonban, hogy megbukjon, jobb minőségű érvekre lesz szükség, mint amilyeneken Rákai Filip házal. Ki nem állhatom az aktivista újságírás, de természetesen tudomásul veszem a létezését, majd később nem várok el többet, mint az alapvető kör korrektséget, majd végül kéretik a balliberális újságíróknak számot vetni a maguk ellenzékiségével és tiszteletben tartani a kormányváltást óhajtó magyarok akaratát, vagy tudomásul venni, hogy Orbán Viktor leváltásának ideje továbbra sem jött el. Igen. Most nem, a kérdés ugye nem egyértelmű, a kérdés az, hogy én ezt hogyan kommentálnám. Vannak olyan politikusok, az előbb már beszéltünk ilyen pártokról is, akiknek a fő feladata az ellenzék támadása, és vannak ilyen megmondó emberek, volt politikusok, újságírók is természetesen. Őket én nem sorolom az ellenzékhez, nem félreértés, ne essék. Nem mindenkit, akit a sajtó megpróbál ellenzékének beállítani, az korán sem mind ellenzéki. Nézzék meg, hogy ki fizeti őket, hol nyilatkoznak, mit nyilatkoznak. Ha azt látják, hogy az ő feladatuk az ellenzék rombolása, akkor ők tessék. Ne felejtsen, egy olyan személlyel beszél, akinek számtalan szerződése volt korábban önkormányzatokkal, nevezetesen én, tehát önmagában, ma a sajtóban, vagy gondoljon bele akár a Népszava helyzetébe, vagy gondoljon bele a Spirit FM helyzetébe, újságírók és a maguk és a mögöttük lévő gazdasági hátország nagyon sok kognitív diszonanciát okoz embereknek, mert miközben egyik oldalon elmondják a véleményüket, a másik oldalon kormányhirdetések jelennek meg, mert ha nincs együttműködés, akkor nincs újság, nincs rádió sem. Ezért mondom azt, hogy ezeket a szempontokat együtt kell vizsgálni, nem önmagában az minősít valakit, hogy Mészáros Lőrinc plakátfelületén hirdeti magát, de őszintén szóval az ember ellenzéki szavazóknak, sőt, gondolom az ország legszélesebb rétegének nem nehéz dekódolni azt, hogy ki az, aki Orbán Viktor hatalomban maradásáért küzd, és ki az, aki mindenáron őt le akarja váltani. Nyilvánvalóan, akik megpróbálják az ellenzéki egységet szétverni, azok valójában Orbán Viktor hatalma maradásáért küzdenek. Sajnálatos módon ugyanis azt a matematikai feladványt kaptuk Orbán Viktortól, ő csak teljes összefogással leváltható. Aki ezt akadályozza, Orbán Viktor tartja hatalmon, ha akarja, ha nem. Azt kérdezem öntől, hogy Puzsér Robert kiállása nagyjából megfelel Gyurcsány Ferenc kiállásának, anélkül, hogy összebeszéltek volna a vagy-vagyjal. Ön mit gondol a vagy-vagyjal? Mit gondol arról, amikor érted, haragszom, nem ellened, és ebbe akár magamat is beleérthetem, hiszen akik engem néznek, hallgatnak, tudják, hogy egy-egy megnyilvánulása kapcsán én se tettem pörös számra a lakatot. Tehát mennyiben van vagy-vagy, mennyiben kell most egy ellenzéki újságírónak azt átélnie, hogyha ön támadja, azzal a Fidesz támogatja? Hát nézze, van olyan ellenzéki, nem tudom, újságíró, ellenző, nem tudom, kinek nevezzem, aki az elvileg ellenzéki felületeken nem tud megszólalni, hogy ha bármit kérdeznek tőle, akkor ne engem szidjon. És senki ne gondolja ellenzékinek. Ezt tartom. Van-e ön... Igen? Azt, hogy van konstruktív kritika, természetesen van konstruktív kritika. Én nem gondolom azt, hogy aki engem kritizál, az mind a Fidesz szekerét tolja, de nézze meg, akit azért hurcolnak végig az ellenzékinek mondott médiában, vagy a fideszes médiában leginkább, hogy engem szidjon, na ők nem azok. Tehát itt azért ezt meg lehet különböztetni. Van konstruktív kritika, és van a legaljasabb lejárat. Van-e önnek baráti médiája, vagy nincs? Vagy egyáltalán igényt tart erre?
Nincs, és nem tartok igényt rá, tehát természetesen azt én nem gondolom, hogy a média szerkezetnek olyannak kellene lenni, csak fordítva, mint a Fidesznek, ahogy megvan. Tehát a hazugságpropaganda, a kritikátlan dicséret és az ellenfelek megint csak józan és is mellőző szapulása. Ez nem az a média szerkezet, amire az ellenzék Orbán Viktor leváltása után törekedni fog, és én magam leszek a leginkább híve, annak most is vagyok, hogy minél inkább független legyen a média. Az ellenzéki média egyébként ezt elérte, abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan orgánum van ma is, akik a kormány kritikája, támadásai ellenére anyagilag is fönn tudják magukat tartani. Tehát, hogy a kormány független média, a kormánytól függetlenül, anyagi bázisban is kormánytól függetlenül ugye, létezik. Elsősorban nézők, hallgatók tartják ezeket fenn, kiváltképp például a Klubrádiót. Ön hogyan tekint arra, illetőleg foglalkoztatja az, hogy január 18-án keddig, tehát immáron ez két nappal mögöttünk van, kellett hivatalos nyilatkozatot tenniük az állami számvevőszék felé azon médiumoknak, akik befogadnak, pontosabban amelyek befogadnak a 2022 tavaszi országgyűlési választással és népszavazással a kapcsolatos hirdetéseket. Mi a kérdés? Hát, hogy megfigyelte, hogy ki fogadja be, és ki nem. Nem figyeltem meg, de például értesültem róla, hogy a Vásárhelyi Televízió például nem fogad be a médiacentrumunk, tehát a helyi lapunk. Mi a függetlenség egyében, és hát nyilvánvalóan ez finanszírozás szempontjából sem kritikus mondjuk a helyi sajtóban. Itt például nem lesznek hirdetések. Nyilván most megint egy kicsivel magasabb szinten nézve tudjuk, hogy a Fidesz, amikor kialakította ezt a szerkezetet, ezt miért tette. Az ellenzéki nyilvánosságot azt mindenáron próbáltak lekorlátozni, ellenünk hazug lejárató kampányokat folytatnak, mindenünk nincs hozzáférésünk, még a mi pénzünkből fenntartott köztelevízióhoz, meg közrádióhoz se, nem hívnak be a Kossuth rádióba, Orbán Viktor nem az M1 híradóba, vagy az M1 beszélgető műsoraiba például, Orbán Viktor nem hajlandó egy nyílt vitára kiállni, tehát az egész szerkezetet úgy... Meddig hajlandó elmenni a vitát illetően addig, hogy kívja Orbán Viktort, arra gondolok, hogy olyan látványos lépést tesz, hogy elmegy oda, ahol egyébként Orbán Viktor van. Ilyen a főpolgármester választásnál volt, és abból végül is Tarlós István nem jött ki annyira, hogy utólag be is vallotta, hogy megbánta, hogy tanácsadókra hallgatott, és nem állt ki vitára. Hogyha kiállt volna, milyen eredmény született volna, ez a nagymamán tikikus eset, hogyha négy kereke lett volna, akkor omnibusz lett volna. Ön egyébként egy 10-es skálán mennyire hajlandó akár önmagát is meghazudtolni, hogy olyasmit tegyen, hogy úgy állítsa a készhelyzet elé Orbán Viktort, amiből ön azt feltételezi, hogy onnan nem tudna már visszajönni, vagy ön megmarad azon normális európai keretek között, ahogy egyébként egy embert ki lehet hívni vitára? Megmaradok a normális európai keretek között, bohóckodni nem fogok most sem. Ha már bohóckodásról van szó, hogyan tekint erre a mostani kampányra, amivel a kapcsolatban a már idézett szerző, én könnyen megteszem, hogy olyan szerzőket idézek, akik adott esetben nincsenek hozzám közel, ha frappánsan fogalmaznak, akkor nem tagadom el, hogyha netán az ő mondataikat veszem kölcsön. Ceglédi Zoltán most ezek közé tartozik. Ezeken a plakátokon meg az Austin Powers című film két szereplőjének fejére van rárakva Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter feje. Ezt is lehetne jelezni a jogtulajdon a stúdiónak annak a reményével, hogyha berágnak, akkor az a vége, hogy lám az ellenzék le tudott szedni egy vastag Fidesz plakátot, mutatni valami erőt, effektivitást. Mit gondol erről a mostani kampányról ön ellen, vagy Gyurcsány Ferenc ellen? Nemzetközi szinten volt már példa arra, hogy jogtulajdonoshoz fordultak egy hasonló politikai hirdetés esetében, és ott természetesen most is valószínűsíthető, hogy ezeket a jogokat a Fidesz nem szerezte meg. Most a cőfőtúrtal hívhatjuk Fidesznek ebben az esetben. Nem gondolom, hogy nekünk ez, persze, tegyék meg, ez azt gondolom, hogy elsősorban a civileknek a dolga, és, de megtehetik a pártok is, tiltakoznak ellene. Mi azonban nem ezt kell tegyük elsősorban. Ez egy olyan figyelem elterelő hadművelet, hogyha túl sokat foglalkozunk ezzel, akkor nem beszélünk a legfontosabb kérdésekről. Magyarországon rekordinfláció van, rekordkorrupció van és rekordhalálozás van. Értem, ezt Viktort le kell váltani. Az önök kampányának mi lesz a fő területe? Plakát, Facebook, reklámok, nagygyűlések? Hát mondhatnám viccesen, hogy az Orbán-Márki-Zay vita, de ez az előző kérdésére visszautalva, tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ugyanúgy meg fogja bánni, hogyha nem lesz Orbán-Márki-Zay vita, mint ahogy Tarlós István megbánta.
Ezen dolgozunk mindenképpen, hiszen még a fideszes szavazók is kívánják ezt a vitát. Ők is azt gondolják, hogy nem egy gyáva Tolvaj miniszterelnököt akarnak támogatni, hanem valakit, aki nyílt vitában hajlandó elmondani az érveket, és nem egy hazugságkampányt folytat, az saját maga által felépített hazugsággyártóval. Igen, meg... azt mondom, hogy lesz ilyen vita, és kell, hogy legyen ilyen vita, hiszen hazudozni fizetett hirdetésekben nagyon könnyű Orbán Viktornak, de ha nem mer kiállni, megbeszélni azt, hogy ki hozta be a migránsokat, hogy ki miatt haltak meg ennyien Magyarországon, hogy ki miatt van ekkora infláció, ki miatt duplázódott meg az államadóság, ki az, aki elárulta a nyugati szövetségeseket, ki az, aki kiadatta a baltás gyilkost, ki az, aki oroszként bankot hozott ide. Ezekről a kérdésekről, meg az, hogy hogy lehet az, hogy aki 4 év alatt gazdagabb lesz, mint az angol királynő fusztán, azért mert neki gyermekkori jópajtása, vagy a veje, hogy lett 3 év alatt a 30. leggazdagabb ember, akinek most már bankja van, ahova átirányították az állami megbízások egy jó részét is. Nos, ezekről a kérdésekről nyílt vitában kell Orbán Viktor beszámoljon, és nagyon remélem, hogy a felelősséget vállalni fogja április 3. után. Az utolsó perceiben a beszélgetésnek ismét telefonálhatnak 061-712-42. Említette a migrációt ezzel kapcsolatban. Bakondi György a napokban azt mondta, hogy hirtelen felgyorsultak a migrációt támogató nyilatkozatok, és Gyurcsány Ferenc, akit semmilyen vonatkozásban nem tévesztenék össze önnel, ezzel egy napon január 12-én azt írta, nem bontjuk le a kerítést, maradjon. Mert nagyon sokan ezt hiszik biztonságuk garanciájának, akkor legyen, bármeddig. Majd azt a meglepő mondatot fűz ide, nincs helye racionális érvelésnek, nincs rá szükség. Ha kerítés kell, legyen. Itt nekem valami iróniát kellene éreznem? Nem, semmi irónia nincsen. Az a kérdés, hogy ki mit tart racionális érvelésnek, szerintem éppen az a racionális érvelés, hogy maradjon a kerítés. Sőt, mi egészen pontosan meg fogjuk erősíteni a határvédelmet. Orbán Viktor valamilyen nem engedte, hogy az unió határőrei is segítsenek a magyar határőröknek, ugyanis akkor ő nem tudna becsempészni migránsokat, nem tudta volna Gruevskit behozni kormányzati autóban, hogyha itt az unió is védte volna a magyar, egyébként schengeni határokat. Orbán Viktor nem a határokat védi, Orbán Viktor pénzért hoz be migránsokat. A kerítésnek természetesen maradnia kell. Rengeteg pénzből épül, rengeteg pénzbe kerülne az elbontása is. És ne tagadjuk, van illegális migráció. Orbán Viktor tagadja, Orbán Viktor próbál úgy csinálni, mintha az illegális migránsoktól ezzel a kerítéssel már meg is védte volna a magyarokat. Tessék megnézni, hogy hány illegális migráns lép át Magyarországról Ausztriában naponta. Azok mind átjöttek valahogy Orbán Viktor határőrségén. Azt kérdezem öntől 061-712-42, hogy ahhoz a levélhez mit szól, ami Csongrád 4-es választókörzetében 15 polgármester tett közzé, és amelyet még tavaly decemberben fogalmaztak meg, de valami ismeretlen okból tegnap tették közzé, és arra kérik önt, hogy ebből a körzetből tartsa távol a politikát, de a betelefonáló előnyt érvez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Csorba és Szelezők! Azt szeretném kérdezni, hogyha önök hatalomra kerülnének, mi történne a Fudani Egyetemmel például? Igen. Gyors választ adok rá. Felőlem lehet Fudani Egyetem Magyarországon, mert felőlem kimondottan jó, hogy itt volt a CEU, egy csomó fideszes potentátot tanult. A kérdés az, hogy a CEU nem kapott egy fillér állami támogatást se tudomásom szerint. A Fudani Egyetemnek miért ad Orbán Viktor több pénzt, mint az összes magyar egyetemnek együttéve? Miért a 30 ezer magyar diáknak, vidéki, nem túl tehetős sorsú embereknek, a gyermekeinek a budapesti tanulását lehetővé tenni, diákvárost ellehetetleníteni ahhoz, hogy egy kínai kommunista migráns egyetem Magyarországra jöjjön. Hiszen csak hogy a kínai kommunista pártnak az egyetemétől van szó, de a fél évenként 3 milliós tankdíjjal nem valószínű túl sok magyar vidéki gyermek fogott tanulni. Mi nekünk a diákváros projekt a fontos. Tehát jöhet a Fudan Egyetem, fizessék akkor a kínaiak. Semmi gond nincs ezzel. Jöjjön vissza a CEU, azt sem a magyar adófizetők fizették, viszont a magyar adófizető pénzéből a magyar gyerekeknek kell magyar egyetemet biztosítani. Tehát az a lopásnak minősített esete, hogy 5 milliárddal kitömik egy Fudan Egyetemet és ellehetetlenítenek egy magyar diák. 061-712-42, most már csak másodpercek vannak hátra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én Nagy Attila vagyok, a Mi az Ánk Mozgalom budapesti elnöke, és miniszterelnök jelölt úrral Újpesten is találkoztunk. Annyit szeretnék tőle kérdezni, hogy igen, markáns különbség van a vírushelyzet kezelésében a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz között, hogy továbbra is a Fidesz náci tagozatának tartja a Mi Hazánk Mozgalmat ennek ellenére. Természetesen igen. Kedves Attila, örökre találkoztunk személyesen is.
Továbbra is annak tartom, most éppen igen, azt a feladatot kapták meg, hogy az oltás ellenes embereket vigyék el az ellenzéktől. Természetesen a Fidesz hirtelen elkezdte kritizálni a Mi Hazánk, most már itt lenne ez a feladata, de ez ne tévessze meg a valódi ellenzékieket. Ha mi kormányt akarunk váltani, akkor az Egyesült Ellenzéknek kell szavazzunk. Elmondtam, nagyon sok példát mondtam már, hogy a Mi Hazánkat miért nem tekintem függetlennek. Aki kormányt akar váltani, ne a Mi Hazánkra szavazzon most sem, hanem az Egyesült Ellenzékre. 061-712-42, tehát Makó és környékéről van szó, és akkor már összekötöm egy másik kérdéssel. Lázár János tegnap arról beszélt, hogy az önök jelöltjének, mármint Márki-Zay Péternek a kiállása a kontinentál dolgozók mellett fájóan hiányzott az elmúlt hónapokban. Valamint ugye arról van szó, hogy ön távol akarják tartani a települések, sok jót kívánnak önnek, de az, ami önnel együtt jön, a politikai aktivitást tekintve azt köszönik szépen nem kérik. Igen, hát Lázár János megszervezte a hozzá lojális vagy általa megfélemlített 15 körzeti polgármestert, akik egyébként együttvéve is kevesebb ember képviselnek, mint az a 4 polgármester, aki nem volt benne abban a 15 polgármesteri kiállásban. Mi egy olyan, ezeknek a sok esetben azt mondom, hogy nagyon szimpatikus, kedves polgármestereknek, akik itt a térségben vannak, én egy olyan választ adtam eddig is, és hivatalosan is ezt fogjuk megadni, hogy nézzék azt, hogy Hódmezővásárhely milyen jól járt, amikor megszabadult Lázár Jánostól, hogy eltöröltük az ország addig legmagasabb építményadóját, a vállalkozásoknak 30%-kal csökkentettük, a Lázár Tiborcz koprodukcióban készült városunkat elsötétítő világítási projektet kijavítottuk, a város általa letagadott, de sajnos megörökölt 10 milliárdos adósságából egy év alatt több mint 1,5 milliárdot visszafizettünk, hogy szelektív hulladékgyűjtést vezetünk be az egész városban, ingyenes tömegközlekedést vezetünk be buszkártya használatával, hogy a vásárhelyiek mennyivel jobban jártak azzal, hogy megszűnt az a korrupció, és nem sorolom, hogy Lázár Jánoshoz milyen korrupciós ügyek csatló, vagy sorozata kötődik csak ebben a városban, az ellopott kastélyútól kezdve, a borosládákon keresztül, a reprezentációs költségek mindenből loptak. A város eladósodott, a város nem fejlődött. Lázár János azt ígérte 4 éve, hogy el fogja törölni a sírmegváltási díjat, az első dolga lesz. Itt tavaly lesz egyébként elszámoltatás Hódmezővásárhelyen hatalomra jutás esetében Lázár Jánossal szemben? Minden tolvajjal szemben kell elszámoltatás az egész országban. Hódmezővásárhelyen mi több mint 15 feljelentést tettünk már az elmúlt 4 évben, többek között Lázár Jánosnak a döntései kapcsán is. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenütt a lopott vagyont vissza kell szerezni, a bűnösöket bíróság elé kell jutatni, és lehetőleg nyilván börtönbe kell jutassák, és nem hatalomban tartsuk. Ennek a 15 polgármesternek is azt üzenem, hogy őnekik sem kell többé a lelkiismeretükkel vívódva politikai nyomásra hasonló nyilatkozatokat tenni, szabadon fölvállalhatják majd a politikai véleményüket, nem kell visszaadni 20-30-80%-okat a pályázatokból, az uniós és állami pénzekből, ha mi jutunk kormányra, ez lesz egy óriási változás, visszaadjuk az önkormányzatoknak a jogköreiket és a bevételeiket, fölszabadítjuk a településeket a Fidesz feudális uralma alól. Ennek a 15 polgármesternek is azt mondom, április 3-áig kell kitartsanak, utána ők is felszabadulnak. Ha gondolják, egy kérdés még belefér az önök részéről. Azt kérdezem öntől, hogy az ön véleménye szerint a Völner ügy lehet-e az országgyűlési választások borkai ügye? Azt nem hiszem, mert a borkai ügy valamiért a pucérpopóról is szólt, hogyha szabad ilyen csúnya hasonlattal folyni. Sajnos azt látom, hogy ezek a pornográf tartalmú politikai hírek, ezek jobban, vagy hogy mondjam, szélesebb körben elterjedtek, többekhez eljutottak, mint az olyan korrupciós, fölháborító korrupciós ügyek, mint a Völner ügy. Tehát sajnos, mivel ebben pornográf szál nincs, ezért nagyon sok vidéki ember valószínűleg el se jut az, hogy a végrehajtói kar, amely őtől a legkíméletlenebb módon veszi el a vagyonukat, kirakja őket az ingatlanokból, töredékáron értékesítik, és ezzel őket örökös rabszolgaságban, adósságban fogják tartani. Ez az egész végrehajtói kar egy mafiaként működött, tisztelt kivételnek, tehát nem azt mondom, hogy minden érintett mafiózó, de hogy pénzeket kellett adjanak a pozíciókért, megvásárolták maguknak még a diplomájukat is. Ez a fölháborító ügy, ez sokkal súlyosabb, mint az,
hogy milyen zenére, milyen öltözékben, kivel, milyen jakton mulatnak a fideszes potentátok. A fideszes aberráció végtelen fölháborító ugyan, de az országnak a legnagyobb problémája az nem az, hogy a kormányban hány meleg van, hogy az örökügyvédje hány emberről fogja még föltárni azt, ugye betárazta három miniszternek a melegügyeit állítólag, és majd fog derülni, hogy ezek kijönnek, vagy pedig esetleg tényleg Mondai Gergely halálával megszűnnek ezek a szivárogtatások, nem tudjuk még. De nem ez a legzavaróbb ebben az országban, a völnerügy. Sokkal inkább zavaró az a fajta korrupció. Tehát az aberráció is zavaró, de nem a homoszexualitást szeretném hangsúlyozni. 0-1-7 lopás. Értem, be tudom fejezni. 0-1-712-42. Egyrészt szeretném megköszönni. Jó reggelt! Jó reggelt, kérdezni szeretnék a Márki Zajutról. Ez a folyamatos vádaskodás és megalapozatlan vádaskodás, amire semmi bizonyíték nincs, illetve ez a gyűlölet, ami a Fidesz irányában megnyilvánul, ez hogyan vezet el a kormányváltáshoz ön szerint? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, nem vádaskodás, és legfőképpen nem megalapozatlan vádaskodás, én csak tényekről beszélek. Orbán Viktor azért nem mer kiállni velem vitatkozni, mert én tényekről beszélek. Én nem vádaskodok. Vádaskodással, hazugrágalmakkal a Fidesz operál. Jó, itt olyan részletekről utal a betelefonáló, amivel kapcsolatban általában ön is magyarázkodó mondatokat mond, adott esetben Grácz, hogy nem így értettem. Bocsánat, a Grácz-szal kapcsolatban én nem teljesen mindegy, melyik, igen, nem akarok a Grácsba bevenni. Egyébként nyugodjanak meg, hogy nem vádaskodás. Tehát nem, én nem mondok olyat, amit hogy mondjam, légből kapott vádalmakat nem fogok terjeszteni tovább. Gyűlöletkeltésnek tekintem. Valaki egy számlát hozzon ki majd Grácsból, de nem fog valószínűleg. Ezzel együtt nem, megint csak nem az a kérdés. Én nagyon örülök neki, hogyha egy politikus az egészségét karbantartja. Tehát ezzel nincs is, semmi probléma nincs ezzel. A probléma azzal van, hogy az egész országnak az egészségügyét tönkretették, szándékosan elhasztották, azért, hogy utána fizetés magánegészségügyet csináljanak Mészárosnak a biztosítójával, Tibor ingatlanaiba, fideszes oligarchák kórházaiba. Ez a szándék. És akkor ezzel szemben itt jön a gyűlölködés és a rágalmazás. Bennünket, akik soha nem mondtunk olyat, hogy fizetésítenék az egészségügyet, ezzel a hazugsággal támad a Fidesz. Hát ne haragudjon, ez tényleg fölháborító. A migráns telepítés. A Fidesz 10 000-vel telepíti be a migránsokat évente, és bennünket vádol azzal, hogy bárki is migránsokat akar behozni rajtuk kívül. Tehát elnézést, ez a gyűlölködés, vádaskodás, ez csak a Fideszre jellemző. Mi pont azt szeretnénk, hogyha egy európai kultúrált, szeretett országban élnénk, ahol elfogadjuk a melegeket a Fideszemből. Jó, csak ne felejtse, hogy Kovács Gergelynek is volt ez ügyben. Tehát nem mindenki pontosan ugyanazt gondolja a gyűlöletkeltésnek, mint amit ön. Szeretném az ön sajtóval kapcsolatos tábjának megköszönni mindazt, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett Simon Andrásnak, Péter Fiúnak, Gurzó Ákosnak, kivált kép önnek, és miután én felvetettem, hogy az utolsó szó jogán nagyjából, ha lehetőség szerint, ugye ez volt 90 perc nagyjából, tehát még egyszer 90 percre nincs idő, György Javis Benedeket csak azért fogom felhívni, hogy elnézést kérjek tőle, hogy a mai beszélgetésünk elmaradt. Nagyra értékelem, hogy így betegen is rendelkezésre állt, de azt mondtam, hogy ha netán van olyan, amit kérdés nélkül ön szükségesnek tartana, a kvázi zárszóként elmondani. Figyelek! Akkor azt szeretném elmondani önöknek, hogy én is nagyon hálás vagyok a betelefonálóknak. Azt kell látni, hogy a két farkó kutyáktól a Mi Hazánkig ezeknek a pártoknak a szavazóit ugyanolyan szeretettel fogadjuk el magyar embereknek, mint a Fidesz szavazóit. Hogy ne sértődjenek meg. Az, hogy a következő 3 hónapban, ugyanúgy, mint az elmúlt 3 hónapban, olyan kijelentésekkel, vagy nekem tulajdonított, de sokszor soha el nem hangzó kijelentéseket fognak támadni, megpróbálnak lejáratni, amely az ellenzéki egységet, a győzelembe vetett hitet próbálják aláásni. Ez természetes velejárója annak, hogy a Magyarországon az elmúlt 1000 év legkorruptabb kormánya ellen valaki fölemeli a hangját. Ha önök közül bárki komoly kihívást jelentett Orbán Tolvaj kormányára, önök pontosan ugyanazt a támadásokat kapnák, sőt lehet, hogy sokkal többet, mint én most. Úgyhogy bízzanak abban, hogy itt egymást tiszteletben tartó, egymással együttműködni képes. 6 párti emberek és civil fogtak össze azért, hogy egy tisztességes, becsületes országban élhessünk. Ne hallgassanak a Fidesz propagandára, a magukat ellenzéknek hazudó emberek propagandájára, a jogosan bennünket kritizáló ellenzékiekre sem. Azt tették meg, hogy a legfontosabb kérdés április 3-án az egyetlen egy valamint fog volni.
Orbán Viktor, nem Orbán Viktor, és Magyarország csak akkor lesz európai demokratikus jogállam, hogyha Orbán Viktort április 3-án leváltjuk. Csak ez az kérdés számít. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és az a legfontosabb dolgai meggyógyuljon. Tisztában vagyok az elfoglaltságával, nagyra értékelem, hogy rendelkezésre állt. Ha rajtam múlik, akkor április 3-áig kétszer vendégül látnám, de abból csak egy lesz, az is megtiszteltetés lesz. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, én is mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Gyógyuljon meg. Viszont hallásra, viszont látásra.